A koronavírus járvány megfékezésére tett intézkedések miatt egyre több ágazat, így a virágipari szektor is megrogyott a járvány terjedése miatt. Azt, hogy mire számíthatnak a következő hónapokban a virágboltosok, még egyelőre nem tudni. Hogy pontosabb képet kapjunk, annak jártunk utána, hogy milyen károkat tapasztalnak a virágágazat szereplői, illetve hogyan vészelik át a veszélyhelyzet okozta károkat. A részletekről Túri Imréné Zsuzsát, karcagi virágboltost kérdeztük. Természetesen mi is alkalmazkodunk a kormányrendeletben megfogalmazott nyitvatartáshoz. A tapasztalatom az, hogy a vevők is betartják azokat az ajánlásokat, amelyeket az operatív törzs megfogalmazott. A virágos szakmára nem vonatkozik az életkor behatározás, az élelmiszerek és a drogériák az egyéb helyekhez, tehát ide jöhetnek egyértelműen kortól függetlenül. Azt kell róla tudni, hogy azért most bennünket nagyban érint a virág vásárlás szokások visszaesése. Ez egyértelműen érződik a kínálaton. Azért, vagyis nem is a kínálaton is ugye észrevehető, de viszont a virágkeresleten is észrevehető egyértelműen. Mert most előtérbe helyezték az emberek az élelmiszert a napi fogyasztási cikkek beszerzésére. De attól függetlenül én úgy gondolom, amit én magam tapasztalok, hogy a temetés az még azért az ott van. Ott a családok, hogy nyilván, ha le is van szűkítve a temetésnek a létszáma, tehát hogy azt elmondhatjuk, hogy max. 15 fő vehet részt a temetésen, és ennek megfelelően a koszorúknak a mennyisége, azon egyértelműen érzékelhető az, hogy kevesebb koszorú fog készülni. Tehát akik kérnek koszorút, azok viszont annak megfelelően, tehát a vég tisztelet adásában, tehát mindenki, tehát akkor nem sajnálja a pénzt. Tehát az legyen szép és elegáns, ha már szűk családi körben is van temetve. Mint megtudtuk, a virág nagykereskedésekből is akadályba ütközik az áruk beszerzése. Itt el lehet mondani egyértelműen, hogy igen, ez is akadályokba ütközött. Tehát ugye az importszállítás az egyértelműen megszűnt, és maradtunk csak a magyar termelésben előállított vágott virágok és a cserepest. Én úgy gondolom, hogy a kertészeknél is, és a vágott virágoknál is, hogy most azért mi vagy visszaesett a kereslet, tehát így nekik nagyon sok olyan plusz adódott, amit ugye nehezen tudnak ugye nyilván eladni, és most ugye ehhez nekünk magunknak is ugye ehhez alkalmazkodnunk kell a kialakult helyzethez, és bízunk benne, hogy azért ez most időt nem tudunk behatárolni, de azért hamarosan majd visszáll. Addig pedig csak próbáljuk azt, hogy fenntartani az üzletet, és a vevő igényeit addig is kielégíteni. Nagyjából mintegy 70%-os kiesésre lehet számítani. Az anyák napja, a ballagás is sajnos mind ebben az időszakban van. Várhatóan ebben az évben, mivel a ballagás sem kerül megtartásra, ezért még fokozattabban érezhető lesz a hiány, fogalmazta meg gondolatait a virágkötő. Most azért a virágos szakmának a nagyobb bevételét, az éves, én mondhatom azt, hogy legalább a 70%-a hozza a tavaszi elindulást. Tehát ez a palánta növényekre vonatkozik, a ballagási időszakok egyben az anyák napját, tehát itt most minden egyszerre indult volna, tehát ugye ez most a virágos szakmában, ez egyértelműen nagyon nagy visszaesést fog hozni. Igazából én úgy gondolom, hogy ez... Most a tartalékokat kell, hogy rendezgessük addig, míg ez a helyzet visszáll. A virágkötő elmondása szerint, ha valaki mégis szeretne virágot vásárolni, akkor általában a színes, tavaszi növényeket keresik, a temetéseknél a hagyományosan megszokott virágokat részesítik előnyben, mint a krizantén, a lilium, de szeretik az orchideát is.
Zsuzsa elmondása alapján azért sem szabad teljes mértékben lemondani a virág beszerzéséről a vásárlóknak, mert nem csak az otthonunk ékes dísze lehet, hanem ebben a nehéz időszakban a lelkünket is melengeti egy-egy mutatós darab.